A város kulcsának ünnepélyes átadásával a gyerekeknek hivatalosan is megnyitották a 63. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Fesztivált, a májusi játékokat, amely május 21-éig tart. Óbecse községi tanácsának ifjúsággal, sporttal, idegenforgalommal és tájékoztatással megbízott tagja Dáne Mandics a városvezetést a májusi játékok idejére községünk legfiatalabb tagjaira bízta. Örömömre szolgál, hogy lehetőségem volt ünnepélyesen megnyitni a májusi játékok fesztiválját, amely a leghosszabb hagyománnyal rendelkezik Óbecse község területén. Ez a fesztivál számunkra a leginkább bemutatja a gyerekek és a fiatalok a színház, a színészet, a kultúra és a művészetek iránt érzett fogékonyságát. A 63 évre, erre a hagyományra mindannyian büszkék kell, hogy legyünk, és nem is csodálkozom azon, hogy Óbecse község, a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, illetve az illetékes minisztérium támogatása évről évre egyre nagyobb. A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium segítségével sikerült korszerűsíteni a nagy termet, jövőre pedig elkezdjük a tetőszerkezet felújítását. Mindezt azért mondom el, mert úgy vélem, hogy ez az egyik módja annak, hogy megvigyázzuk a színházunkat, hogy megőrizzük a májusi játékok hagyományát, és egyáltalán, hogy megőrizzük a kultúrát Óbecsén. A fesztivált az Óbecsei Városi Színház előadása a Kakuzu Postale Rouge című darab nyitotta meg, amely egyébként még egy darabbal fellép a rendezvényen, a Rázredni Nepriatel című előadással az ifjúsági verseny kategóriában. Az idei májusi játékok versenyében egyébként összesen 10 előadás szerepel, 5-5 darab mindkét kategóriában, egy pedig a díjazott előadások tiszteletére. Óbecsén kívül a rendezvény résztvevői Pozsarevácról, Tuzláról, Indiából, Szmederevszka Palánkáról, Krusevácról, Szabadkáról, Palánkáról, Újvidékről és Paracsimból érkeznek. Idén a köztudott körülmények miatt jelentősen kevesebb jelentkezőnk volt, körülbelül 20 darab, egyébként pedig 50-60 előadással szoktak jelentkezni. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy szelektor nélkül a szervezőbizottság választott ki 5 gyermekelőadást és 5 ifjúsági előadást. Mi azt javasoltuk, hogy tekintettel a kevés számú előadásra idén csak aranyminősítésű díjazottunk legyen, és tekintsünk el az ezüst és a bronz díjaktól. Viszont ezt majd a zsűri dönti el, hogy elfogadják-e a javaslatunkat. Természetesen kiválasztják a legjobb női és férfi szereplőt mindkét kategóriában, a legjobb mellékszereplőt, és ha lesznek kiváló színpadi díszletek, vagy remek zenei megoldások, akkor ezeket is díjazza a zsűri. Úgyhogy remélem, hogy úgy, mint eddig is, idén is sok díj lesz. Az előadások minőségéről egy 3-tagú zsűri dönt majd, amelynek tagjai Krizsán Szilvia, az Újvidéki Színház színésznője, színház és filmrendező, valamint a Palánkai Ökológiai Színházi Fesztivál igazgatója Szonya Petrovics, a zsűri elnöke pedig a Szerb Nemzeti Színház színésze Alexander Gájin. A fesztivál versenyprogramja péntekig május 21-éig tart, amikor 15 órai kezdettel ünnepélyesen kihirdetik a verseny győztesét, majd ezek után a nyertesek tiszteletére bemutatásra kerül a Czvrcsaki Mravna Rodzsendanu című darab, amely az Óbecsei Városi Színház és a Palánkai Ökológiai Gyermek és Ifjúsági Színházi Fesztivál közös előadásában lesz látható.